Ez a játékautó a kiállítás legértékesebb darabja. A gombkerekű 60-as évekbeli matchbox ugyanis körülbelül 2000 euróba kerül. Ez a kállai gyűjtemény matchbox kiállításának csupán az egyik darabja a több százból. A tárlat elsősorban az óvodásoknak is általános iskolásoknak szól, de az idősebb korosztály is szívesen látogatja. Az állandó kiállításaink mellett szeretnék mindig valami újat és valami változatosat is nyújtani a város lakóinak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt és ekkor jött az az ötlet, hogy csináljunk egy matchbox kis autó modell kiállítást, amely meg is valósult, és ennek mondjam azt, itt látható is a kiállítás anyaga nagyon szépen kibővült. Köszönhető a magángyűjtőknek, itt hagyjam eljen már ki Pócs Attila nevét, aki több mint 500 darab matchboxot ajánlott fel a kiállításra, de azok a gyűjtők is hozzájárultak a kiállítási anyaghoz, akik maket modellautóval jelentek meg a kiállításunkon. A kiállítás két nagyobb teremben látható, a falak is az autók világát tükrözik. A hagyományos múzeumi séta mellett a gyerekeknek különböző programokkal is készültek a szervezők. Próbálunk úgy a kiállítást még bővíteni, hogy legyenek is manuális foglalkozás is. Itt a gyerekeknek foglalkoztató van kialakítva a Kálai gyűjteménybe, itt rajzolhatnak, színezhetnek, illetve éppen egy kis modellautót készíthetnek maguknak, vagy vagy éppen Szeptember 27-én kerül megrendezésre egy családi nap a Kállai gyűjtemény szervezésében, ami kapcsolódik az autók világához. Ezen már kerékpárok, veteránautók, motorok is láthatóak lesznek, valamint egy mentőautó is részt vesz a kiállításon. Bemutatót fognak tartani elsősegéből, újraélesztésből, valamint bárki beölhet az autóba. A Matchbox kiállítás november 29-ig látható.